Felháborító jelenségről számoltak be a Gyergyószentmiklósi Békény utca lakói. A járdát javító munkások pénzt próbálnak kicsalni a lakóktól egy olyan munkálatért, amelyet amúgy pályázati pénzből végeznek. Felháborodottan fordult a sajtóhoz egy gyergyószentmiklósi Békény utcai lakos, hogy a járda felújítást végző munkások pénzt kérnek el azért, hogy a járdába helyezett esővíz elvezetőket kialakítsák, az aknatetőket pedig szintbe emeljék. Jakab Kálvin János elmondta, nem csak tőle, de a családja más tagjától is pénzt kértek a dolgozók. Ma délelőtt anyósom azzal hívott fel, hogy a munkások hát bizony pénzt kéregetnek azokért a munkákért, amit el kéne végezzenek, és amikor idejöttem, akkor konkrétan azzal is fogadtak, hogy adjak nekik vagy 200, lehet 150-et, vagy amennyit gondolok, mert hogy mindenki hozzájárult ahhoz a munkához, amit úgymond EU-s pénzekből csinálnak, vagy úgy tudom, hogy legalábbis abból dolgoznak itt. Hozzátette, az utca szinte összes lakosa fizetett már ezekért a munkákért, számlát azonban senki sem kapott. Csergő Tibor polgármester a témában szűkszavúan úgy nyilatkozott, hogy nincs tudomása ilyen problémáról, mivel nem érkezett írásos panasz a városházára. A munkálatokat végző Winfor cég vezetője nem kívánt nyilatkozni, azt viszont elárulta, a munkálatok terveiben nincsen belefoglalva sem a vízelvezetők kiépítése, sem az aknatetők rendezése. Ami fölött épp furcsa, hisz egy járda felújításhoz ezek is hozzá kellene tartozzanak. Jakab Kálvin János következő lépésként a rendőrséghez fordult az ügyben.